Csemete ültetéssel még nem születik meg az erdő. Ez olyan pillanat, mint amikor egy kisgyermek a világra jön. A facsemetéket is gondozni kell, hogy erdő legyen majd belőlük, hangsúlyozta Kádár Tibor erdőmérnök a Szemerja Görgő erdei napon, ahol önkéntesekkel ültettek be 2 hektárnyi területet, amelyet pár évvel ezelőtt az ónos eső tett tönkre. Nem a mennyiségre, hanem a minőségre törekednek, hangoztatták szombaton reggel az önkéntesek a Szemerja Görgő közbirtokosság erdeiben zajló faültetésen. Több civil szervezet, közbirtokosság és erdészet összefogásával szervezték meg az erdei napot, ahol nem csak a faültetés, hanem az ismeretátadás, a környezetvédelmi nevelés is fontos szerepet kapott. Erdészek mutatták meg, hogyan kell szakszerűen ültetni a facsemetét, hogy az valóban meg is maradjon. Aki nem akar összepiszkolódni, az nem fogja jól tudni csinálni. A 2 hektáros területen pár évvel ezelőtt az ónos eső tette tönkre az egyébként fiatal erdőt. Ökológiai, de gazdasági szempontból is minél hamarabb vissza kellett ültetni. 14 ezer csemetét készítettek elő a szervezők, az erdészek az önkéntesekkel közösen dolgoztak. Nagyon oda kell figyelni ahhoz, hogy sok ideig éppen maradjanak a csemeték. És miért fontos, hogy újra ültessék az erdőt? Azért, hogy az erdő ne haljon ki. Az erdőt nem csak írtani, pusztítani kell, hanem azt újra is kell csemetésíteni, azért, hogy a következő generációnak is hagyjunk át valamit, ne csak egy üres területet. Ilyen alkalmakor nem szabad monokultúrát létrehozni, mert az így telepített erdő sérülékenyebb. Az önkéntes napon az erdészek arról is meséltek, melyik típusú fát miért és hová telepítik. Őshonos fafajokkal dolgozunk, ezt az erdőtörvény is előre látja már, és mindenképp az ökológiai élőhelynek megfelelő fajokat ültetünk, főleg bükkfát, tölgyfát, és az ökológiai sokszínűség jegyében pedig hársat, kőrist, hegyi juhart, vadkörtét, gesztenyét kisebb mennyiségben. Kovászna megyében a hétvégén egyébként nem csak a Szemerja Görgő közbirtokosság erdejében zajlott faültetés, hanem Kézdi széken és Orbai széken is szerveztek hasonló akciókat.